Országosan 36 intézmény összesen 11.370 hallgatója adott vért idén a versenyen. A Nyíregyházi Egyetem 10. alkalommal csatlakozott az akcióhoz. Azt gondoltam, hogy először nehéz lesz mozgósítani a hallgatókat, hiszen csak véradásról van szó, tű, fájdalom, ájulás, veszély, stb. És úgy gondoltam, hogy komoly és nehéz feladat lesz, viszont megdöbbenve tapasztaltam, hogy mennyire aktívak a hallgatók ilyen területen is. Sajnos azt kell mondjam, hogy akikkel beszéltem, őket az ösztönzi arra, hogy van a családjukban beteg ember. Ezek a fotók pedig már az idei e-foton készültek, ahol az Országos Felsőoktatási Véradó Verseny díjátadóját tartották. A Nyíregyházi Egyetem megkapta kategóriájában az első helyezettnek járó díjat. Hosszú évek óta részt veszünk ezen a versenyen, és most sikerült a 10.000 fő alatti hallgatói létszáma rendelkező intézmények között az első helyet megszereznünk, és büszkék vagyunk, hogy a Nemzetvédelmi Egyetemet előztük meg. Ez azt gondolom mutatja, hogy a hallgatóink a jó ügy mellé állnak, és fontosnak tartják a véradást, ami azt gondolom, hogy mindenki számára egy lényeges és egy nagyon szép dolog. A Magyar Vöröskereszt megyei szervezete naponta 3-4 alkalommal szervez akciókat megyeszerte. A lakosság részvétele 4,95%-os, ami az országos átlag közelében van, ám jelenleg a júliusi tervhez képest 1000 egységvér hiányzik. Különösen nagyon kiváló a véradáshoz való hozzáállás a fehérgyarmati térségbe. Ezt mindig meg is említjük, ugye minden statisztika ellentmond ennek az eredménynek, mert apró falvak, előregedő lakosság, fiatalok máshol dolgoznak, mégis 6-7%-a a lakosságnak véradó. Ugyanígy rendkívül eredményes a véradásszervező munka Záhony térségében, annak ellenére, hogy már az egyik fő bázisunk, ugye a vasút, az már nem olyan, mint régen volt, hiszen sokkal kevesebben dolgoznak ott, de még mindig 6-7%-a a lakosságnak véradó. A leggyengébb a véradási hajlandóság a tiszavasvári és a vásárosnaményi, valamint a mátészalkai térségben. A szakemberek szerint bőven van mit változtatni a módszereken, ám nehézséget okoznak a megnyílt plazmacentrumok, hiszen ugyanazokon a véradókon osztozik a két szervezet. A megyei Vöröskereszt a következő nagyszabású akcióját július 30-án Nyíregyházán a Kossuth téren tartja.